A jövőt építjük. A maradandó építészeti alkotások támogatója az Ahíd ZRT. Itt vagyok Rómában, mögöttem pedig egy olyan épület található, amely a világ egyik legfontosabb és legértékesebb művészeti gyűjteményét őrzi. Ez a Vatikáni Múzeum. A közel 200 ezer műalkotásból 20 ezer nyilvános a látogatók számára. Az ókori, közel-keleti művészet remekeitől kezdve, a kora keresztény, középkori reneszánsz műalkotásokon át egészen a 19. és 20. századig mutat be műremekeket. Második Gyula az első európai uralkodók között volt, akik a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé tették saját műkincsgyűjteményüket. Így tekinthető az 1506-os év a Vatikáni Múzeum születésének. Az évszázadok alatt a pápák által összegyűjtött gyűjtemény folyamatosan gyarapodott, és ezzel együtt az egész palota komplexum is folyamatosan bővült. A Vatikáni Múzeum mai formáját 14. Kelemen és 6. Pius pápasága alatt érte el. A palotában nagyjából 1400 szoba, galéria és kápolna van, amelyek közül az egyik legfontosabb a Sixtus kápolna. Mennyezet freskója a világ egyik legismertebb alkotása, és az 540 négyzetméteres területével a világ legnagyobb egybefüggő freskója. A múzeumi épület másik érdekessége a kettős csiga lépcső, amely nem egy hétköznapi alkotás. ...1932-ben Giuseppe Momo tervezte a csiga lépcsőt, amely két spirálból áll. Az egyik lefelé, míg a másik felfelé vezet, és a kettőnek az összecsavarodásából egy kettős spirál jön létre. Az épületben található a Vatikán könyvtár is, amelynek számos példánya még a könyvnyomtatás előtti időkből származik. A Vatikáni Múzeum évszázadok alatt alakult, bővült és érte el a mostani nagyságát, amely alatt nem csak a méretét értjük, hanem az eszmei értékét is. Mához egy hétre ismét egy különleges épületet mutatok be nektek, amely nem hiányozhat a világ 100 leghíresebb épületeinek a listájáról. Sziasztok! A jövőt építjük. A maradandó építészeti alkotások támogatója az Ahíd ZRT.